Ooh. Sziasztok! December 3-a? 3-a van, és beköszöntött a tél, illetve ez az első hó, amit látok, úgy, és nem is kevés. Szívemből remélem, hogy nem ez az utolsó alkalom, amikor az idén látunk havat. Úgyhogy fogtam a kamerákat, bepakoltam a cuccokat itt a hátizsákba, és most elmegyek és lefotózom a havazást. De nem csak lefotózom, hanem le is fogom videózni. Az azért nem mindegy. Oké, közben leértem ide a Marospartra, és a tervem a következő, hogy felküldöm egy kicsit a drónt, hogy repüljön ebbe a csodálatosan szép téli, havazós képbe, tájba, időjárásba, és megnézzük, hogy milyen fölülről a látvány. Na, mit szóltok hozzá? Nem tudom, még nem röptettem soha hóesésbe a drónt, úgyhogy fogalmam nincs, lehet, hogy le fog zuhanni, de már láttam olyat, aki röptetett drónt hóesésbe, úgyhogy elméletileg nem kéne lezuhanjon. De tudjátok, inkább nézzük meg! Hát a mai nap az több szempontból is különleges nap. Ma van az első olyan előadás, ahol ugyebár élőben emberek lesznek, és ki kell állni és beszélni. Ha csak pár mondat erejéig is, de nekem ez tökéletesen teljesen új dolog lesz, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyire fog működni, meg milyen érzés lesz. Ahogy közeledünk az időponthoz, úgy már kicsit kezdek így izgulni, úgyhogy nem tudom milyen lesz. Izgulok, az biztos. One hour later. Túl vagyok rajta. Vége van, befejeződött. Szerintetek létezik olyan fülmelegítő, amiben mondjuk beleépítettek egy hangszórót, és össze tudod kötni mondjuk a mobiloddal, vagy más valami zenelejátszó eszközöddel. Vagy ilyen bluetoothos valamire gondolok. Amúgy tudja, hogy van. Véget ért a illetve befejeződött ez az előadás, amit említettem nektek. Ha arra adjátok a fejeteket, hogy kiálltok és beszéltek emberek előtt, akkor mindenféleképpen készüljetek fel rá, hogy nem olyan egyszerű a dolog. Na most nyilván ember meg természet válogatja, mert van, akinek ez tök egyszerű, nekem annyira nem egyszerű, néha még a kamerába beszélni sem egyszerű. Ha már a különleges napnál tartunk, ugye ez a vlognak a címe is, hogy a különleges nap, vagy egy különleges nap, még igazából nem tudom, mert még nem vágtam meg a vlogot, de valami hasonló lesz. Ha már itt tartunk, akkor úgy gondolom, hogy a következő dolognak, amit most meg fogok veletek osztani, annak tökéletes helye van itt és most ebben a vlogban. Menjünk vissza a meleg nyárba, a napsütésbe egy pillanatra. Sziasztok! Valószínűleg ez a felvétel nem tudom, mikor fog napvilágra látni, de úgy van, hogy Évi itt hagy. És le akarja, hogy maradjak róla. Várja már! Már, Évi, állj már meg! Úristen! Hát nem értem. Itt akartál hagyni? Nem, csak kiálltam. Ja, kiálltál az útra, ezt még szaladnom kellett egy fél métert. Hát aki késik, az így jár, szóval. Igen. Elmondjuk a nézőknek, hogy hol megyünk? Nem.
De úgyis tudni fogják, de ez nem most lesz levetítve. Úton vagyunk a nőgyógyászhoz. Mert az a gyanú, hogy Évi lehet, hogy terhes. Még nem 100%-os biztos. Még nem 100%-osan biztos, de azért megyünk most, hogy kiderítsük. Jaj, meg vagyunk. Megvan az eredmény. Pozitív. Ja, meg akartam mutatni. Telefonon lefényképeztem az eredményt. A Babszem Jankó. Á, itt is van. Nem tudom, mennyire látszik. Ott van a kis zigótánk. Az újabb zigóta és egyben Szofinak a testvére is. Eddig úgy néz ki, hogy minden rendben van. Petike, nevezzük Petikének, mert hát, ha fiúcska lesz. Akkor sem lesz Petike. Dehogy nem. Úgyhogy ma kereken, ha jól számoltunk, plusz-minusz egy-két nap, ma 6-7-es a kis zigótácska. És két hét múlva jövünk vissza ellenőrzésre, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e. Szóval igen, jól hallottátok. Áprilisban, jövő év áprilisától kezdve bővül a családunk. Igen, tudom, hogy sokkal többet kellene foglalkozzak a vloggal és a videó készítésével. Egy párszor felébe kell billentsem magam ahhoz, hogy ez működjön. Ennyit terveztem a mai vlogban, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és végignéztétek ezt a videót is. Ha nem néztétek végig, akkor azt is köszönöm szépen. Ha tetszett a sapka a videó legeljein, ami rajtam volt a fejemen, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha nem tetszett a sapka, akkor is nyomjatok egy lájkot. Ha nem tetszett az egész videó úgy, ahogy van, akkor nyomjatok egy dislike-ot. Ha van kérdésetek, akkor várom őket ide a videó leírásban. Találkozunk a következő videóban.